Sziasztok, Vicuska vagyok, és szeretnék nektek egy kezdő videót bemutatni a képszerkesztésről. Ugyan már készítettem kezdő videót, itt meg is található a YouTube csatornámon, de már máshogy készítem, a maszkot is, és a mindent máshogy készítek, tehát éppen elérkezettnek találtam az időt, hogy egy újabb videót készítsek nektek. Fogadjátok szeretettel! Na tehát, a képszerkesztés nem egy nagyon bonyolult szerkesztés, hogyha megjegyzitek, nem a leckét kell megjegyezni, szeretném hangsúlyozni, nem a leckét kell megjegyezni, hanem az, hogy hol, mikor, hova nyúljunk, és ezt tanuljátok meg. Tehát veszünk egy lapot, tehát mindig itt veszünk lapot, itt az újnál is veszünk lapot. Általában 900-600-as magasságot szoktunk venni, és az automatikus átlátszóságban van a pipa, és oké, tehát leokézzük. Egy ilyen a kezdőlapunk. Na most el kell mondanom nektek, hogy nagyon sokan nem ismerik azt, hogy mi az, hogy réteg. Tehát a rétegek itt találhatók. Hogyha ezeket így megkettőzzük, akkor most három rétegünk van. Tehát felső rétegen állunk, középső rétegen állunk, és háttéren állunk. Ami azt jelenti, hogyha rász valamelyik rétegre, akkor az narancssárgás széllel jelentkezik, és hogyha készítesz dolgokat, akkor amit készítesz, mondjuk majd mindjárt megmutatom, mert ezt úgy lehet csak szemlélni, akkor rász arra a rétegre, ahol éppen dolgozol. Na most, réteg itt is van fent, de ez más célt szolgál. Tehát külön ez a réteg, ez más célt szolgál, és más célt szolgálnak ezek a rétegek. Ezek a rétegek a képeden találhatók, ezek meg ugye, ezekkel dolgozni lehet. Tehát nagyon fontos, hogy a két réteget ne keverjük össze. Tehát itt a háttér, az egyes réteg, a kettes réteg, és mikor azt mondom, hogy a felső rétegen állunk, akkor bal gombbal ide koppintunk, és a felső rétegen állunk. Na most egyelőre kettő rétegre lesz szükségünk ehhez a kép, ennek a képnek a szerkesztéséhez. Tehát általában hogy veszünk színeket? Színeket általában úgy veszünk, hogy először ugye kijelöljük, ittenél a második könyvecskénél van az, itt van, hogy megnyitás, a második könyvecskénél van az, hogy megnyitjuk a könyvecskét, jelentkezik nálunk az asztal, ha nem, akkor betallózod az asztalt, és leveszel az asztalról, amit szeretnél. Én most az asztalról szeretnék behozni egy virágot, amit már az előző videóimban is készítettem nektek, hát remélem, hogy ott van, itt van, igen, a 90. 8-as. Tehát először is úgy veszünk, ezt ide előre rakjuk. Megyünk, fogjuk a pipettánkat, belekoppintunk, utána megfordítjuk, fogjuk a másikat, ebbe is belekoppintunk. Tehát egyszer a világosban, egyszer a sötétbe. Tehát itt megfordítod. Egyszer a világosban, egyszer a sötétben, és akkor hozzáadjuk az egyéni színekhez ezeket. Erre rákoppintunk a felsőre hozzáadjuk az egyéni színekhez, mondjuk négyszer, utána megfordítod, ezt is hozzáadod az egyéni színekhez. Látod, te már itt van, oké. És akkor azt jelenti, hogy ez a színed már nem veszik el, mert itt marad addig, míg ki nem kapcsolod a számítógépet. Na most egyelőre erre a rózsára nincsen szükségünk, ezt letesszük ide a vízszintes vonallal, a kismérettel, és innen mindig fel tudjuk venni, tehát ezt az előző mérettel. Soha nem itt középpel, soha nem az X-en vesszük föl, hanem itt, az előző méreten. Mert hogyha itt akarnánk felvenni, akkor elmegy ez az X innen, tehát az nagyon fontos, hogy az ott maradjon. Tehát most beöntjük a két réteget, az egyiket a sötéttel, a másikat a világossal. Tehát mondjuk az egyiket jobb gombbal, a másikat meg bal gombbal öntjük be, és akkor teljesen tökéletes lesz, amit szeretnénk. Megnézzük, hogy a felső rétegen állunk. Tehát
itt mondtam az előbb, és itt mondtam azt, hogy amelyiken dolgozunk, mindig arra rákoppintunk balgombbal. Nagyon fontos, mert ha nem koppintasz rá, akkor nem sikerül a terved. Mész a szűrőkre, a fotomaszkra. Itt van a fotomaszk, fotomaszkra, és beállítottunk magunknak egy fotomaszkot. Ez ugyan most itt nem jó, megmondom miért. Nagyon figyeljetek oda, hogy ez hogy van beállítva ez a maszkocska. Az átlátszatlanság 100%. Itt a színkezelésnél itt lehúzod ezt a kis csúszkát, és az átlátszóságba beleteszed a pipát, vagyis nem, igen, a pipát, az átlátszóságba. Most már ezekkel dolgozom. Tehát mintával nem, meg mintával is lehet dolgozni, de most arra nem térek ki, mert összezavar benneteket. Tehát az átlátszóságban a pipa. Na most még egyet tudok nektek javasolni, hogy ezt a kis könyvecskét lehet cserélgetni. Tehát, hogyha a sötét könyvecske van, akkor a sötét lesz a háttér, ha a világos könyvecske van, akkor a világos lesz a háttér, tehát így tudod változtatni. Most mivel, hogy a virágunk világos, tehát akkor ezt így hagyom, ahogy van. Itt az átlátszóságban még egyszer hangsúlyozom, és az elmosásban nincsen pipa, mert akkor ilyen homályos lesz, a maszk nyújtásában van a pipa, és oké, tehát ezt ne feledjétek. Utána, amikor mindennel készen vagytok, hát szoktunk vele dolgozni, ott teszünk ide egy tájképet, de most egyelőre nem, ezt egyesítjük az előző réteggel, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy jobb gomb, egyesítés az előző rétege. De mielőtt még tovább mennénk, adunk neki egy kis árnyékot, rétegbeállítások, árnyék. Nézzétek, teljesen kiemelte az árnyék, nagyon szuper, csak nem ilyen nagy árnyékot adunk neki, hanem kettessel. Tehát kettes árnyékot adunk neki, és talán még itt a 60%-ra visszavesszük, és akkor leokézzük. Oké, most már egyesíthetjük. Mindig a felső rétegtől kezdjük egyesíteni, jobb gomb felső rétegen állunk, és egyesítés az előző rétegen. Most, amikor ez megvan, adhatunk neki keretet. Itt szűrők, keret. Ugye a keretezésről van egy videó, amit nézzetek meg, és akkor megtaláljátok, tehát, hogy hogyan kell keretezni egy képet, arról ezt már külön most itt nem mondanám el. Tehát ez. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, tehát itt ugye beöntöttük az alapokat. Két alapháttért öntöttünk be. A másik, veszek még egy új réteg ürest. Kétféleképpen, vagy háromféleképpen is lehet alapot beönteni. Egyikkel ugye beöntöd itt, amit az előbb csináltunk, tehát itt a színekkel, egyikkel. A másik, mész a bödőre, kijelölöd magadnak a mintát. Kijelölöd magadnak a mintát, és ezzel is be tudod önteni. Tehát, hogyha neked van itt valamilyen mintád, mondjuk akár keresek valami színeset, hogy lássa mindenki, mondjuk aranyos ez, például ez simán. Tehát nézzétek, ezt beöntöttük, de akkor itt a mintába bele kell tenni a pipát, és itt a könyvecskébe kell keresni. Nagyon fontos. A következő. Még hogy lehet alapot készíteni? A következő a klónozás. A klónozással is lehet. Bejelölöd a mintát magadnak, megnyitod a könyvecskét, és ugyanazt megkeresed, most itt megkeressük, amit az előbb kerestem, ugye, ezt, és ugyanúgy a klónozás is meg lehet ezt csinálni. Na most én nekem itt a... Ez jött be klónozásnak, ez jött be, hát nem tudom, tehát a rögzítettből kivesszük a pipát, tehát a klónozóra koppintunk, utána a mintára, és a kis könyvecskével kikeressük a mintát, és elkezdjük masszálni. Ugyanaz lesz az eredmény. Tehát ugyanaz. Tehát ezt biztos, hogy mostanában nem alkalmaztuk, de nagyon szuper, és ugyanaz lesz az eredmény. Tehát ez a háromféle módszer van.
az, hogy a színnel öntjük be, a mintával öntjük be, bödönnel és klónozunk. Ezeket jegyezzétek meg. A bödönt mindig ezzel tesszük le, a rétegintéző segédeszközzel letesszük a bödönt. Tehát nagyon fontos, ha valami van a kezedben, mondjuk akár a radír, ha a kezedben van, ugye itt van nálad a radír, akkor mindig ezzel tesszük le, tehát a munkánk végén letesszük a radírt, és akkor utána behozzuk, ugye mindig azt mondtam, hogy ezzel hozzuk be a virágocskánkat. Mondjuk neki, hogy ide a közepébe kopintunk másolás, vagy. Tehát rákopintunk a virágocskára, mindenképpen szerkesztés, másolás, rákopintunk az alatta való képre, szerkesztés, beillesztés. És akkor megfogjuk, húzzuk a virágocskát, ahova akarjuk. Ezt lehet úgy, hogy például a felső rétegre rámegyünk, és a szabad átalakítást alkalmazzuk, a dőlészszöge, nézzük csak, hogy alakul, hogyha 10-zel mínusz 10 fele megyünk, akkor így meg tudjuk ezt szépen így dönteni. Tehát megdöntöttük, utána, amikor megdöntöttük, adunk neki egy kis árnyékot. Fontos, hogy a felső rétegen állunk, mert hogyha az alsón állunk, akkor nem a virágnak adsz árnyékot, hanem az alsó rétegennek. Tehát felső rétegen állunk, réteg, beállítások, árnyék, és akkor általában a kettes árnyékot szoktam neki adni, nem szoktam nagyobbat, mert nem szeretem olyan vad az árnyék, tehát nagyon fontos. És leokézzük. Leokézzük. Egyesítés az előző réteggel. Na most ez szerintem ez a minimum, hogy ezt tud. Tehát egy képszerkesztőnek, aki még soha nem szerkesztett képet, ez a minimum, hogy tudja. Tehát itt én ezekben a videókban nem szeretném itt sorba bemutatni, hogy ezek mit jelentenek. Igen, nem szeretném, mert semmi nem marad meg belőle nektek. Én azt ajánlom mindenkinek, jelentkezzen be a csoportomba, 500 videón van, amit lehet szerkeszteni, és fokozatosan lehet mindegyikből tanulni. Mindegyikben van valami új, mindegyikben van valami, ami mondjuk te nem ismerted még eddig, hanem most ismered meg, tehát nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, és én ezt ajánlom mindenkinek. Tehát ide még lehetne írni is, ugye, de most én az írással nem foglalkozom, mert abból van egy külön videóm az írással, ami foglalkozik, írjátok be, hogy írás képre, és azonnal megtaláljátok ezt. Vagy esetleg átjavítom, hogy nem tudom hányas lecke. Hát remélem tudtam segíteni, újat mutatni, és nagyon sok embernek hasznára válik. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek szép napot és jó munkát kívánok. Sziasztok!